Jó napot kívánok, ez a Kanizsa Café, a heti utolsó adáshoz érkeztünk. Sok mindenről szeretném még foggatni három vendégünket, akik mindannyian részt vesznek a Mindennapi Irodalom című tehetséggondozó és lokálpatrióta programunkban. Mondtak vagy mondanak verset. Budai Fanni, Mihalic Antónia, illetőleg Micsinai Dominik. Ebben a sorrendben Piarista Iskola, Túri és BLG. Sziasztok, köszönöm, hogy ma is itt vagytok. Tegnap ott hagytuk abba, hogy az osztályközösség, a társak elismerik vagy nem ismerik el a különféle sikereket, legyen az humán vagy akár reál tárgyakból vagy tudományterületről származó siker. De vajon mit szólnak a tanárok? És akkor most beszéljünk a humán típusú tanárokról, hogy az ő szemükben ti többek vagytok? Másként közelítenek hozzátok? Jár-e még például egy versmondó verseny után ötös? Annak idején én így szereztem az ötöseimet, elmentem egy versmondó versenyre, és tudtam, hogy hétfőn, vagy ha kedden volt irodalomóra kedden, rögtön kaptam egy ötöst, ha öt versenyre mentem el. Öt ötöst kaptam, és hogyha rosszul is írtam meg egy dolgozatot, mondjuk háromasra, akkor is ötös voltam fél évkor meg évvégén. Ennyire egyszerű volt a képlet, ennyire egyszerű-e ma is? Anélkül, hogy szakmaközi meg iskolai titkokat adnánk ide, hogy jár-e jutalom, jár-e elismerés, tulajdonképpen ez a kérdés az ötösökre nem muszáj válaszolni. De szerintem jár ötös. Na. Persze. Persze, hogy jár. Igen, na. Materiális ötös elismerés. Így van, az jár. Ez fontos. Meg mindenképpen szóbeli dicséret is. A magyar tanárom igen, versenyenként szokott egy ötössel jutalmazni. De mondjuk nem mondanám, hogy ezen kívül nem tanulnék rendesen órákra, mindegy. De az kell is, bocsánat, mert nem hagyhatod cserben a magyar persze. tanárodat. Tehát igen. Ha már ez érdekel, meg ha már versmondó versenyen vagy, akkor te egyébként már csak betyárbecsületből sem teljesíthetsz rosszul. Igen. Mert őt igazolod egyébként minden feleleteddel, dolgozatoddal és minden versenyeddel. Igen. Tanórákon tanárnő nem kezel engem másképp, mint az osztályközösség egy tanulóját, viszont hogyha versmondásról, versenyekről van szó, akkor kicsit másképp. De semmiképpen nem emel pulpitusra és nagy szuperlatívuszokban nem beszél. Viszont azért tényleg egy kicsit másképp kezel, mint a többieket. Nálunk is megvan ez az iskolában, mindenképpen jutalmaznak diákokat ötössel, hogyha versenyen van, vagy verset szaval egy adott eseményen. De ez teljesen normális. Igen. Meg hát ugye a dicséretek több tanártól is, és az azért jól esik az embernek. Hát nálunk van két tantárból is lehetőséget összerezni egy verseny, vagy egy iskolai fellépés alkalmával, ugye irodalomból és drámából is. Van, hogy megkapjuk az ötöst érte, de a szóbeli dicséret az mindenképp megvan. Az irodalomtanártól is, drámatanártól is, de ugyanúgy más tanároktól is. Egy kicsit beszéljünk a közös programunkról, hiszen ez nem a Kanizsa Televízió programja, hanem a tiétek, legalább annyira, akik szerepet vállaltok abban, hogy verset mondotok, népszerűsítitek az irodalmat. Fanni már volt, a költészet napján vele kezdődött a sorozat. Milyen volt a kamera előtt verset mondani? Mennyiben más, mint mondjuk egy versenyen 15 vagy éppen 150 ember előtt? Nekem ez még nagyon új volt, ugyanis így kimondottan kamera előtt még nem mondtam verset. És úgy gondolom, hogy közönség előtt, élő közönség előtt sokkal jobb verset mondani. Tehát megvannak a tekintetek, hogy bele tudunk nézni a másik szemébe, és neki átadni azt a gondolatot. És kicsit nehéz feladat volt, hogy csak kimondottan a kamerába figyelni, mert megtanultuk, hogy a verset azt mégis egy közönség előtt nem úgy mondjuk, hogy plafonra nézünk, kinézünk egy pontot, és akkor csak oda mondjuk, hanem adott a zsűrinek, közönségnek, mindenkinek. Tekinteteket keresel. Igen. És fontos a kapcsolat. Igen. Annak idején irodalomtanárom is, meg később aztán retorikából is azt tanították, illetve volt egy ilyen elmélet, és kíváncsi vagyok a véleményetekre, aztán meg majd ti jövő időben beszéltek arról, hogy vajon milyen lehet kamera előtt verset mondani, hogy keresd a tekinteteddel a közönség egy tagját,
esetleg akit ismersz, meg aki mondjuk magabiztosságot adhat, akár a magyar tanárt, ha éppen van olyan, vagy ha nem, akkor is nézze a közönségre, de valami olyasmi képzett el, hogy káposzta fejek, tehát hogy ne zavarjon. Hogyan oldjátok meg a kamerán kívüli, tehát a személyes versmondást, a személyes előadást? Túl azon, hogy meg kell tanulni a verset, elő kell adni a verset, de hát azért aki próbálta, az pontosan tudja, hogy miről beszélgetünk, aki nem próbálta, az meg gondoljon bele, hogy ki kell menni 50, 100, 150 ember elé, és ráadásul nem is a saját gondolatotokat mondjátok, hanem egy valaki által megírt verset, amit valahogy transformálni kell, valahogy át kell adni, ehhez kell valami kapaszkodó, meg lelki fölkészülés. Persze, mindenképpen. Nekem ez a pár év versmondással ez megtanította, hogy ne csak egy ismerősnek vagy egy személynek mondjam a verset, hanem próbáljuk meg mindenki felé közvetíteni. És mindenképpen a pozitív és figyelő arcokat kell figyelni. Igen, a közönség egész tagjának kell mondani a verset, és nem úgy kiszólunk például egy plafont, vagy egy függöny tartót, vagy ilyesmit. A közönség egészének kell mondani a verset, és figyelni kell arra, hogy mindenkihez szóljunk. Hétfő Fanni zseniálisan mondta el a verset kamera előtt, bár ebben nincsen rutinja, hadd mondjam ezt, és dicséret minden kollégától, mert ebben mindenki egyetértett, és remélem a nézők is ezzel. Vannak szakkifejezések. A Fanni annyira eszköztelenül, és ez a jó értelemben vett eszköztelenül mondta el a verset, ahogyan azt az Északi levelet el kellett, ugye, Nagy Gáspár? Igen, igen. Északi levél című versét mondtad el, ahogyan azt elő kellett adni. Nektek az eszköztelen, a tiszta, a naturális versmondás tetszik, vagy ti szerettek esetleg, és ez Fanni, neked is szól ez a kérdés, egy kicsit játszani szemmel, gesztusokkal, mozdulatokkal, testtartással, hogyan mondunk verset? Versmondó egyszer egy. Igen, nagyon nehéz megtalálni azt a középállapotot, amikor már túl van játszva a vers, vagy még túlzottan naturál, vagy hát, hogy is mondjam, eszköztelen. Véleményem szerint mindenképpen kellene bele egy kis gesztikuláció, mimika, stb., hogy kicsit átadhatóbb és élvezhetőbb legyen a vers, viszont nem szabad átésni a ló túloldalára, amikor meg már szinte már szimpadiasan van előadva, mint egy színpadon mondaná versmondó. Igen, mindenképpen én is ezt vallom, hogy azért ne essünk át a ló másik oldalára, de azért kell bele egy kevés mimika. Attól függ, hogy a vers mit kíván meg. Én is úgy gondolom, mert ez verstől is függ nyilván, de hogyha egy picit, tehát hogyha nem úgy állunk tényleg, hogy kezünk mellett, testünk mellett a kezünk, hanem kicsit megmozdul, akkor azért arra figyelni kell, hogy akkor ne leszorítsuk a kezünket, hogy jaj, ezt nem szabad, mert ezt így tanultuk meg, de jobb is, hogyha nem túlmutogatjuk, hanem ha megmozdul a kéz, akkor mozduljon meg, hogyha figyelünk arra, hogy nem mozduljon, akkor egy picit se. Tehát ezt igazából tanulni, meg lehet tanulni. Lehet erre koncentrálni versmondás közben? Tehát, hogy amikor mondasz egy verset, adott esetben átéled a verset, mind a hároman, én most már meggyőződtem ezen a héten arról, hogy ti ilyen típusúak vagytok, uralni a saját testedet, és csak akkor megmozdulni a kéznek, amikor te akarod, vagy jó, ha hagyod a saját érzelmeidet előjönni egy vers közben? Jobb, ha hagyjuk. Szerintem is jobb, ha hagyjuk. Mindenképpen. Meg van úgy, hogy nem is figyelsz rá, és természetesen ugye lendül a kezed, de velem is volt már, hogyha vissza kellett fognom magam, hogy ennyire azért ne mutogassak. Tehát azért van egy kis koncentráció e tekintetben is. Igen, de ez veszélyes lehet, mert ki tudsz esni, vagy ki, az a versmondó ki tud esni a verséből. És hát van, amikor az ember ugye túljátsza a szerepét, egy történet rólam, és ígérem, hogy ezen a héten már több történetet magamról nem mesélek el. Tisztázzuk, én is jártam versmondó versenyekre, egyet-kettőt meg is nyertem, bár nem túl sokat. Volt egy szerelmes vers, amit Hódmezővásárhelyen egy ilyen kvázi karácsonyi gálán, de egyben verseny is volt, elmondtam, egy szál vörös rózsával a kezemben. Az már a zsűrinek nem tetszett, hogy behoztam egy vörös rózsát, de kirobbanó tapssal fogadták a produkciómat.
Én meg elkövettem azt a szimpadias gesztust, hogy és a rózsát ki is dobtam a közönség sorai közé, úgy rúgtak ki, mint a húzat. Tehát ez teljesen természetesen is egyértelmű volt, pedig nem mondtam rosszul a verset. Lehet, hogy életem egyik legjobb produkciója volt, de magáért a gesztusért, magáért a plusz mozdulatért, magáért a szimpadiasságért úgy döntött a zsűri, hogy na, fiú, szaladjál haza. Volt már ilyen veletek? Oda akartam kiukadni, hogy nem értettem egyet, mélyen nem értettem egyet akkor a zsűrivel, ma már egyet értenék, teljesen természetes, akkor háborogtam, tiltakoztam. Volt már olyan, amikor nem értettetek egyet magyar tanárral, zsűrivel, bárkivel, akinek joga, lehetősége volt megítélni a produkciótokat? Volt már, erre emlékszem. Az, hogy konkrétan mi, arra már nem igazán, de volt. Tehát van azért néha kudarc is. Persze. Ami kell az embernek egyébként, és nem is muszáj persze minden döntéssel és ítélettel egyetérteni, rosszul esett? Igen. Mert hogy megmaradt. Azt már nem tudod, hogy mi, ebből következtetek arra, de megmaradt, hogy rosszul esett. Igen, maga az érzés megmaradt. Inkább szerintem valami tanácsként szolgál azt, hogyha egy kicsit azt mondja, hogy vegyünk vissza, elég lesz ebből. Nem biztos, hogy épp kudarcként kell felfogni ezt, hanem egy tanács, egy jó szó. Hát, de vannak, akik tolakodóan rád akarják tukmálni, hogy ja, még akkor is a saját véleményük. Persze. Igaz. Mindenképp jó meghallgatni a közönség soraiból az embereket, vagy adott esetben akár a zsűrit, hogy mi a véleménye, de azzal, hogy akár egy versmondó versenyen ez a túljátszás, tehát az inkább már a színészet fele hajlik, és ebben egyetértek, hogy meg kell találni az arany középutat a versmondás és a színészkedés között. Neked nem sikerült, tehát mint ezt elmeséltem a példát. Egyébként ezt tökéletesen igazad van, persze. Fanni elmondta, hogy újszerű élmény volt, és egy teljesen más szituáció kamera előtt verset mondani. Ti még csak ezután jöttök felvételre, hogyan készültök, vagy foglalkoztat-e ez benneteket, meg motoszkál-e a gondolatotokban, hogy mit kell csinálni. Azt szeretném, ha azt mondanátok, hogy igen, vesző, és elmondanátok, hogy hogyan. Az is jó, ha azt mondjátok, hogy nem, csak akkor másik kérdést kell kitaláljak. Szerintem egy is engem foglalkoztat, és már megpróbáltam otthon úgy mondani a verset, hogy egy pontra koncentrálok, és csak oda mondom, de eddig nem igazán jött össze, úgyhogy majd meglátjuk, hogy fog ez sikerülni. Teljesen új szituáció az eddigi megszokott versmondó környezethez képest. Igen, igen. Igen, és ezt a vers kívánja meg, hogy most tényleg a kamerába kell nézni, vagy úgy elgondolkozni egy kicsit arról, hogy épp mit mond az ember, és akkor hát ettől függ, ugye? Szerintetek, ugye kedden rögzítjük ezt a beszélgetést, tehát a nézőknek ezt már bevallottuk, bár most a pénteki adásnál tartunk, tehát túl sok tapasztalatunk és visszajelzésünk nincs a programról, de hogy mint kezdeményezés, mint lehetőség a fiataloknak, illetőleg az európai kultúrát, azon belül is természetesen az irodalmat népszerűsítő program, vajon milyen fogadtatásra találhat meg, egyáltalán jónak tartjátok-e az ötletet, hiszen ez úgy kezdődött, hogy mi kitaláltuk, fölvettük a kapcsolatot az iskolákkal, az iskolák megmondták, hogy kik az igazán tehetséges diákok, akik versmondó versenyre járnak, akik iskolai programokon verset mondanak, és akkor egyszer csak szervezünk egy időpontot, kis gyakorlás, beállás, stb., és már is kész a produkció. Van-e ebben fantázia? Ha azt mondjátok, hogy nincs, én fölállok és kimegyek, csak szólok, tehát csak pozitívan. Hasznos mindenképpen. És megmutatja a világnak ezt az oldalt is. Ezt a versmondás, meg a sorokat, meg a fejlődéshez is szükséges mindenképpen. Meg hát annyira jó, hogy helyi fiatalokat látunk. Igen. A képernyőn. Kanizsaiakat, keszthelyieket, hévízieket egymást váltva. Tulajdonképpen szerintem nagyjából ti ismeritek is egymást a másik két város versmondóival, de egymást is meg lehet nézni, meg lehet írni SMS-t, hogyha valakivel összebarátkozunk valamilyen versenyen, hogy na te is jó voltál, és akkor majd ő visszaír, hogy na te is jó voltál, mert tegnap meg téged láttalak. Jó? Tehát pozitív? Szerintem is ez egy nagyon jó dolog, nagyon jó dolognak tartom, és egy nagy lehetőségnek is, mert akik szeretnek verset mondani, lehet, hogy csak hobbi szinten űzik, de lehet, hogy valaki ilyen irányba szeretne tovább menni. És ez egy nagyon jó gyakorlás arra, hogy ez hogyha oda kerülünk, akkor már ne legyen idegen.
Szerintem is egy nagyon jó ötlet, és ösztönző hatással lehet azokra, akik nézik, hogy például kezükbe vegyenek egy verses kötetet, vagy verseket tanuljanak, stb. Lehet ilyen hatása? Szerintem lehet. Lehet. Hogy hall egy jó verset, Nagy Gáspár Északi Levél, és akkor megkeresem, el is olvasom, Fannitól hallottam, tetszett, utána nézek akár a szerzőnek, akár magának a versnek. Mert ha van ilyen hatása, akkor ennél többet ez a program nem adhat meg, nem nyújthat. És hogyha csak három ember vesz pluszban az eddigiekhez képest kezébe verses kötetet, vagy interneten beüti az adott szerzőt és az adott verset, akkor már szerintem nem dolgoztunk hiába ti se, mi se. Persze, ez valóban így van. Így van. Legyen így, ezt kívánom, meg dolgozzunk ezen, meg csak szólok előre, hogy ősztől meg folytatjuk, tehát most a tanév az kifut, és ősztől újra várunk benneteket is természetesen verset mondani. Nem tudom, hogy gondol, annyira fiatalok vagytok, hogy szinte szégyellem ezt a kérdést föltenni, de hogyha gondolkodtatok már ezen, akkor mondjátok, hogy mire jutottatok, hogyha egyszer szülők lesztek, apuka, anyuka, akkor próbáljátok-e a gyerekeket a ti érdeklődéseteknek megfelelően humán irányba terelni, vagy humán irányba is terelni. Tehát, hogy adtok-e a kezébe könyvet, meg egyáltalán, talán a kérdés fontosabb része, hogy a ti kezetekbe annak idején a szüleitek adtak-e könyvet, meg hogy hanyadikos korotokba kezdtétek már az olvasást, meg picit magatokról most megint ígértem, hogy a magánéleteteket kihagyjuk a második adásban, ha jól emlékszem, a negyedik végére visszatérünk ide, hogy honnan is indult ez. A magyar tanárokról már vallottatok, egy kicsit a szülőkről is, a szülői háttérről, indítatásról, példáról. Én nem konkrétan azt tenném, hogy mindenképpen csak a humán vonalat kell továbbvinni, és neki is muszáj azt csinálni, hanem, hogy... De a kis Domi kezébe adnál könyvet? Persze mindenképpen adnék a kezébe könyvet. Már bocsánat a nagyon, nagyon bizalmas becézésért. És hogy az elején ugye kiderülne, hogy miben lenne jó. És mindenképpen abba az irányba vinném, de a könyvet azt tényleg odaadnám a kezébe, és megpróbálnám bele megszerettetni, hogy ő is irodalomkedvelő legyen. Mikor kezdtél el olvasni? Még volt egy ilyen része ennek a kérdésfelvetésnek. Igen. Hát, az én szüleim is adtak kezembe könyvet, ugye először a mesékkel kezdődött. Én is mindig emlékszem, hogy oda bújtam, hogy én is hadd böngészhessem a betűket. Igaz, még akkor nem tudtam semmit érteni belőle, de gyakran nyomtak a kezembe könyvet, és saját magamtól is mentem egy idő után. Igen, nálunk is ez megvolt. És hát anyáik is rendszeresen olvastak nekem fel mesét, aztán már később én is olvasgattam, aztán komolyabb könyveket, ugye. És én is tovább szeretném adni mindenképp a gyerekemnek, gyermekeimnek, de hogyha nem tetszik nekik, akkor is, valamilyen alapszinten biztosan, de hát akkor más irány, ugye. Nálunk is ez a meseolvasás, ez... mindenképp jelen volt, bár a későbbiekben az olvasás része az annyira nem fogott, meg inkább jobban szerettem hallgatni ezeket. És hát majd később, hogyha lesz gyerekem, akkor majd kiderül, hogy miben lesz jó. Mindenképp bíztatni fogom, hogyha ezen a humán irányon akar tovább menni, mert esetleg ez lesz a vonala. És ami biztos, hogy nem fogom erőltetni, tehát hogyha nem érdekli ez annyira, biztos, hogy fogom egy picit noszogatni, hogy na azért mégiscsak olvasson egy-két verset, egy-két könyvet, művelődjön, de hogyha nem az, ami igazán leköti, akkor nyilván nem erőltetem. A szó legpozitívabb értelmében mondom, mert felnőttekről tudnék nagyon csúnyákat is mondani, de most így, hogy hallgattalak benneteket, annyira felnőttek vagytok, és szerintem ez az irodalomból, olvasmányélményeitekből, a versekből, a szereplésekből táplálkozik. Fanninak köszönjük a hétfőit, benneteket várunk felvételre, benneteket is. Szívesen nézünk majd a képernyőn, ősztől meg folytatódik a program, és szerintem találkozunk akkor is. Köszönöm ezt a hetet, hogy együtt tölthettük. Élmény volt veletek.
Köszönöm szépen, és köszönöm az iskoláitoknak is, hogy hozzájárultak, hogy itt lehessetek, meg hogy verset mondhassatok. Sziasztok! Önöknek pedig a figyelmet, jövő héten új vendégek, új témák. Ígérem, akkor nem irodalom lesz, lehet, hogy valami reál, de azt eddig majd kitaláljuk. Kellemes hétvégét kívánok, nézzék a mindennapi irodalmat minden nap, hiszen hétfőtől vasárnapig egy-egy tehetséges fiatal mond verset itt a Kanizsa te. Jól mondom? Kanizsa televízióban, csak bele akartam keverni a hévízítése a keszthelyit is, szóval akár ott is nézhetik, pont ugyanazokat a diákokat fogják látni. Viszontlátásra! A műsor dekorációját a bíborvirág készítette.